Köszönöm az MKKS-nek ezt a nagyon nagy vállalást, amit tett, hogy egy ilyen általánosnak tűnő témát napirendre tűz, és hogy a pártok vezetőit meg is hívja. A felmutatások időszaka van. Szeretném én is felmutatni azt, hogy nem erre az alkalomra, de amiből én készültem ma, az egy a Szocialista Párt 10 pontos ajánlata szakszervezeteknek, és van egy 10 plusz 1 alapelv a kormányváltásért című tételünk. De ennek ellenére, amikor itt végig gondolva ezt a dolgot próbáltam megfogni a témát, akkor megértettem, hogy elképesztő nagy fába vágta a fejszét az MKKS, amikor ezt a közjó fogalmát megpróbálta ennyire szélesen értelmezni, és akkor jöttem rá, hogy könnyű helyzetben leszek, mert szinte bármiről beszélhetek, amikor a bevezető tételek között azt olvastam, hogy vizsgálódásunk és történelmi tapasztalat alapján bizonyított ténynek látjuk, hogy valamennyi saját erőből építkező nemzet felemelkedése az oktatáson, a politikai és gazdasági demokrácia, a jogbiztonság viszonyain, a korrekt és versenysemleges közigazgatási szolgáltatásban, a szociális ellátások talaján indul. Tehát azt jelenti, hogy az űrhajó gyártástól az anyacsavar készítésig bármiről lehet ebben a témában szólni és szót váltani. Három blokkba szeretném összefoglalni a saját felfogásunkat, ami egy picit azt is mutatja, hogy miképpen gondolkozunk a világról, miképpen gondolkozunk a jövőről és Magyarországról. Az, hogy egy állam képes legyen hatékonyan működni és képes legyen az emberek életét befolyásolni, ahhoz önkényesen, de ki szeretnék öt dolgot ragadni. Az egyik legfontosabb dolog az, ami az elmúlt esztendőkben fájdalmasan háttérbe szorult a kormány munkájában, az oktatási terület fejlesztése. Egyértelműen úgy látjuk, hogy komoly források kerültek kivonásra az oktatásból. Azt látjuk, hogy az irányítási rendszer hatékonysága lényegesen csökkent az elmúlt években. Az a statikus tudás, amit megpróbálnak az emberekbe beletáplálni, az semmilyen formában nem 21. századi. A számolni, írni és magolni tanuló tudás abban a világban, amikor a világ másik felén, ott esetben már robotokkal készülnek bizonyos dolgokat elvégezni, az egyértelműen nem versenyképes. Tehát a feladat a mi felfogásunk szerint az, hogy nagyságrendekkel a GDP 5-6%-át kell fordítani rövid távon az oktatásra, egyértelműen meg kell emelni a béreket ezen a területen, egyértelműen át kell alakítani a tantervet, sokkal nyitottabbá, sokkal modernebbé kell tenni a nyelvtudás, a programozás és a megoldás képességének a fejlesztése irányában. És egyértelmű álláspontunk, ha már itt számokat is használunk, hogy vissza kell állítani a 18 éves tankötelezettségi életkort. Hasonló módon Magyarország egyik nagy dilemmája és problémája az, hogy az átképzés területén, mintha egy komoly gödörbe lépett volna az ország, pedig pontosan látjuk és érzékeljük, érezzük, hogy az elmúlt esztendőkben szakmák átalakultak, nagyon nagy szükség lenne arra, hogy egy intelligens, kulturált átképzési rendszer legyen Magyarországon. Az egészségügy a második legfontosabb kérdés, ami szerintem szintén bűnösen kimaradt ebben a kormánynak a politikai fókuszából. A mi elemzésünk szerint legalább 600 milliárd forintnyi pénz került kivonásra az egészségügybe, több ezer ellátatlan házi orvosi hely van, több ezer olyan szakalkalmazotti hiány van az orvosi ellátás, egészségügyi ellátás minden egyes szintjén, akár az alapellátás, akár pedig a járóbeteg szakellátás területén. Olyan egészségügyi ellátásra van szükség Magyarországon, amelyik a társadalmi hovatartozástól függetlenül, tehát függetlenül attól, hogy kinek milyen jövedelmi viszonyokkal rendelkezik, képes legyen arra, hogy egy minimum szolgáltatáshoz mindenképpen hozzáférjen. Szándékaink szerint legalább évi 200-300 milliárd forinttal kell növelni az egészségügyi ellátásra fordított összeget. Nem presztízsberuházásokat kell ezen a területen elvégezni, hanem valóban az alapellátástól a járóbeteg szakellátásig a szakmai színvonalat és a hozzáférés növelni. A szociálpolitika a harmadik ilyen típusú kérdés. Itt javaslatunk az, hogy meg kell fogalmazni és be kell vezetni a megélhetési minimum fogalmát, nemzeti minimum vagy megélhetési minimum, ami a mi értelmezésünk szerint azt jelenti, hogy a létminimumhoz közelítő, vagy azt nyilván meghaladó összegben minden egyes
magyar állampolgár, független attól, hogy az ország melyik területén él, férjen hozzá egy ilyen típusú jövedelem típusú ellátáshoz. Szerepelt egy bizonyos időszakban a tételeink között, és most picit zárójelbe tenném, hogy megvizsgáljuk bizonyos területeken, bizonyos helyeken, családi alapon a feltétel nélkül alapjövedelem kérdését. Ez, amiről most én beszélek, ez a nemzeti minimum, ez ennek egy egyszerűsített változataként értelmezhető. Ezen a területen szeretnék szólni Magyarország egyik komoly problémáról, különösen a nagyvárosokban a lakáshoz jutás kérdése. Ma a szociális bérlakásállomány néhány százalék csak Magyarországon teljes lakásállományban. Egyértelműen szociális bérlakásokat kell építeni, amennyiben ez lehetséges, de átmeneti időszakban a lakbértámogatások kérdése is szóba jöhet. Ugyanezen a területen a nyugdíjakról szeretnék magam is egy rövid gondolatsort megfogalmazni. Sokkal egyértelműbb és világosabb, meg kell duplázni a minimál nyugdíjat, a 100 000 forint alatti nyugdíjakat gyorsabban kell növelni, nyugdíjplafont kell bevezetni, és egyértelműen változtatni és javítani kell a nyugdíjba vonulás feltételein, rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét meg kell teremteni. És igen, nem szégyeljük és vállaljuk továbbra is azt, hogy a 13. havi nyugellátáshoz hasonló egyszeri támogatást fogunk tudni biztosítani. Ennek a fedezete a magyar költségvetésben biztosítható. És igen, szintén vállaljuk azt, hogy 65 év felett krónikus betegségek esetén a házi orvos javaslatára az ingyen gyógyszer lehetőségét is biztosítjuk. Ami a bérpolitikát illeti, Magyarországon az is probléma, hogyha a versenyképességgel vagy a technológiai fejlődéssel a bérek nem haladnak előre, az sem jó, hogyha túlságosan gyorsan növekednek a bérek, de ami most Magyarországon van, az egyértelműen nem a versenyképességet segíti. Tehát egy olyan két éves bérmegállapodásra tennénk javaslatot, ami a szakszervezetek és a munkavállalók körében között megtörténhet. Kihasználom az alkalmat, hogyha már Misi meghivatkozta az egypártmolinót, ami itt van a teremben. Álságosnak és hamisnak tartom sok szempontból a Jobbik javaslatát. Túl azon egyébként, hogy éppen tegnap volt szerencsém elnök úrnak is ezt elmondani, hogy a sajátos dolog, hogy néhány esztendővel ezelőtt egy párt EU zászlót éget, majd elolvas két közvéleménykutatást, és úgy gondolja, hogy EU párti lesz. Ez egy helyes döntés, hogyha úgy gondolják, hogy a politika ennyire egyszerű. Viszont az Európai Bérunióról nagyon világossá kell tennünk, hogy lehetetlen, nem lehetséges, hiszen ezek nemzeti hatáskörben vannak, és inkább azt javasolnám mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, hogy Magyarországon belüli béruniót valósítsunk meg először, tehát a Kelet és a Nyugat-Magyarország közötti bérunió az egy sokkal fontosabb feladat, és arra meg is vannak a saját eszközeink. Azt a kérdést kell feltenni, és ez a második blokk, hogy mitől is működik mindez ez az állami beavatkozás. Tehát, hogy ugye azt szerettem volna azt a felfogást felmutatni, hogy egy viszonylag beavatkozóbb és hatékonyabb állam képét próbáltam az elmúlt 5 percben, 8 percben fölvázolni. Új adórendszert kell bevezetni, és én sokkal markánsabban és világosabban kimondom, bár tudom a kockázatát, erről beszéltünk itt elnök asszonnyal, hogy az adórendszerről a választási kampányban beszélni, mégis azt mondom, hogy progresszív adórendszer kell Magyarországon. Az egykulcsos adó az többet hagy a gazdagoknál, és a szegények kontójára. A szegények fizetik ki a gazdag embereknek a gyarapodását. Tehát olyan adórendszer kell, amelyikben igenis a gazdagabb emberek, és a gazdagabb ember mi az 1 millió forint feletti jövedelemnél húzzuk meg. Tehát az 1 millió forint feletti jövedelmű emberek igenis több felelősséget kell, hogy viseltessenek, és ezt pedig alul lehet visszaadni. Tehát azt mondjuk, hogy a minimál béreseknek 15 000 forintot hagyunk minden hónapban a zsebébe, azzal, hogy több lépcsőben a nulla kulcsos adó bevezetésével, és ez már így már is több kulcsos adó, hiszen a nulla és a 15% magába 2. A vagyonadók rendszerét továbbra is úgy gondoljuk, hogy érdemes vizsgálni. Mielőtt bárki bármit mondana, az önkormányzatoknál mai napig léteznek intelligensen működő ingatlan, telek és építményadók. Ennek az országos kiterjesztését a luxus cikkekre javasoljuk. Javasoljuk az offshore cégek megszüntetését, az offshore-on keresztül való vagyonkimentés lehetőségének megszüntetését, és a korrupció ellenes küzdelemmel további forrásokat lehet bevonni. Mindeközben mit tartunk nagyon fontosnak az állam szempontjából, és ez kifejezetten ennek a körnek szeretnék néhány
ajánlatot vagy gondolatot megfogalmazni az utolsó két percemben, jól látom, Misi? Hát ha nem akarsz kérdést, meg akarsz. Akarok hát. Akkor... Két perc. Így van. Az javaslatunk, hogy erős, világos, egyértelmű szakszervezeti jogosítványok legyenek Magyarországon. Nem tartjuk helyesnek azt, hogyha a jelenlegi kormány Kínával kíván versenyezni a munkaerő olcsóságában, és az, hogy nincsenek munkáltatói jogok. Tehát új munkatörvénykönyv, sztrájkjoggal, egyértelmű megállapodásokkal a munkaadók és a munkavállalók között, 1%-os SZIA felajánlás lehetőség a szakszervezeteknek is, amit az állam további 1%-kal, amennyiben ez megtörténik, kiegészít. Ez egyébként, jelzem, egy mérőpont is lesz a szakszervezetek igazi támogatottsága között. A helyi önkormányzatokat meg kell erősíteni, vissza kell adni a jogosítványaikat és a forrásaikat. Lehetetlen dolog az, hogy ma hatáskör és források nélkül gyakorlatilag látszat tevékenységet folytat az önkormányzatok jelentős része. A 3200 települési önkormányzat többsége tulajdonképpen a napi működésén túl képtelen arra, hogy érdemben a település jövőjéhez hozzájáruljon. Kell egy független, szabad közmédia, amelyik közpénzből valóban közösségi szolgáltatásokat nyújt, és nem pártpolitikai célokat szolgál. Új alkotmányt szeretnénk a jelenlegi alaptörvény helyett, az új alkotmányban rögzíteni kell mindazokat a tételeket, ami a jogállam, a fékek ellensúlyok rendszeréről vonatkozik, és meg kell alapítani, ki kell kiáltani, létre kell hozni a negyedik magyar köztársaságot. Tehát Magyarország helyett újra magyar köztársaság legyen. Az utolsó tétel pedig az, hogy be kell fejezni ezt a bent is vagyunk, kint is vagyunk játékot Európával. Az egy lehetetlen dolog, hogy valaki elfogadja a pénzt, az értékeket pedig nem. Magyarország az elmúlt 5-600 évben soha nem volt olyan erős, mint most, mint azóta, mióta az Európai Unió tagja. Igenis, akkor van lehetőségünk érdeket érvényesíteni, ha egy olyan szövetségi rendszer részese vagyunk, mint az Európai Unió. Tehát mi, magyar szocialisták úgy gondoljuk, hogy erős nemzetállamok egy erős Európai Unióban. Köszönöm szépen!